Sziasztok, Zalán vagyok, köszöntelek a csatornán, a mai videóban Road to Danros Qatar Jumbo Fat Packet fogunk kibontani Mr-rel közösen. Hello mindenki! Itt van a brutális Fat Packünk, a Jumbo Pack, ami ugye Road to Qatar Danros széria, szóval prémium kiadása. Nagyon gyönyörű kártyái vannak. Nem láttátok az előző részeket, akkor egy jobb felső meg tudjátok nézni. Pontottunk egy egész dobozt. Igen, ott csatáztunk, egy komplet hobby box, a hobby, nem is hobby, hát ez ilyen kis blaster boxot bontottunk, igen. Egy komplettet. Ennek az a különlegessége, hogy 25 kártyát tartalmaz. Az árát elmondom, mert ha többen kértek, mondjuk legalább árakat. Az ára ennek a packnek 6900 forint, szóval a különlegessége, hogy lehet ezekben is nyitni, még egyszer kihangsúlyozom. Zöld, illetve rózsaszín. A rózsaszín az paraleleket, ritka. Igen. Szóval nem garantálja ez sem, hogy ebben lesz valami kis rózsaszín, vagy zöld paralel, illetve hát a továbbiakban is lehet nyitni, ugye orange paraleleket, illetve lehet benne mezdarabot és aláírtat is nyitni. Szóval elő is veszem a varázsollót, hisz az nagyon sokat segít nekünk, hogy meglátjuk, mi lesz benne. Én most fölvágom itt Zalán, aztán megfelezzük a packet, ez az alja, azt hiszem azokban vannak a csillogósok, igaz? Az enyém meg a teteje, szóval srácok, ne is húzzuk tovább szót, nézzük ezt a gyönyörű kártyákat. Az első, basszus, már is egy Alexander Arnold, a vége nem akar kijönni. Így, meg van minden? Megjött minden, látjátok, kiürült a tasak tartalma, és ennyi vastag, durva kis kártyáink lesznek. Ott már láttam, hogy csillognak, villognak, de most csináljuk kicsit, leteszem, és fogok egy ilyen stócot, jó? Jó sok csillogós van benne. És a többi az Aláné lesz, akkor ő azt megmutatja nektek. Az első kis stócom az elejéből, mint láttatok, Alexander Arnold, ami nagyon jól néz ki. Nem is lesz Ronaldo. Ronaldo-t szeretnénk nyitni, igen, az még hiányzik. Courtois, meg egy jó pár hiányzik azért, és még lesznek ebből csaták, azt hiszem, hogyha nem vagytok felkozva, mindenképp iratkozzatok fel. Következi egy Kai Havertz, Németországból, Firmino, Brazíliából, Chiesa, Olaszországból a kártyák, nagyon jó ezek is, srácok, nem győzöm hangsúlyozni, meglepetésem, iszonyat szépek a kártyák, jól ki van dolgozva. Kovácsics Horvátországból, Gravenberg Hollandiából, illetve Saka, ő is ifjú tehetségnek számít most már, Tielemans és Ronaldo, hol vagy? Goretzka, az azt hiszem megvan, nem? Goretzka, emlékszek, hogy Goretzka duplá, szóval hoppá, én elfordultam, egy kicsit nem szerettem volna, de nézzük, Zalán a pekket adj neki, vannak itt a nagyon jó nevek, ezt is próbálom így egy kicsit, aztán majd mindig be lesz pulatokozva. Egy Quarta. Addig én itt próbálok nektek valamit, hogy lássátok, mik voltak. Bednarek. Zalán is szépen elnézik közben. Valverde. Laporte. Aztán egy... Musa. Sesnyi. Jól néz ki. Matas. Aztán egy rét rúki. Nikolás. Garcia. És akkor az utolsó. Pitor Zielinski. Jönnek a csillogósok. Optikrom az első, aki igen, nem más, mint Doku. Az nagyon durva. Doku. Hauji. Aztán egy Musiala. Az igen, gyerekek. Optikban Musiala, az most nagyon jó, igen. Lesz, komolyan mondom. És a Power. Ott van Musiala. És a Lukaku is, igen, dupla, arra emlékszek. Szóval figyeljétek a csatornát, iratkozzatok fel, hiszen... És Ruki Vina. Ezek voltak, tehát sajnos nem jött paralel. Igen. Rated rookie Matias Vinnál jött helyette. Nem jött paralel, srácok, nem jött sem a zöld, sem a lila. Ugye nem mondtam, nincsenek ezek garantálva sajnos. De nagyon jó kis pekkek voltak, lettek duplák is itt van. Musiala Optikban, illetve Doku és Hauji. Persze, igen, Powerbox. Lukaku. Szóval figyeljétek a csatornát, mint mondtam, nyereményjáték lesz. Akik fel vannak iratkozók, tudják, hogy hamarosan ő, azt hiszem ő a kettő, biztos vagyok benne, hogy ők duplázva vannak. Így van, úgyis össze lesz majd szedve, hiszen lesz ebből egy augmentó, meg mint mondtam, még csaták is lesznek, szóval lesz időtek bőven jelentkezni a nyereményjátékra, hiszen abból lesz egy külön videó, és akkor tudni fogjátok, mikor indul a nyereményjáték, ami alapján meg tudjátok majd nyerni ezeket a kártyákat, de feltétele mindenképp, hogy iratkozta föl, szóval nyom meg a kis csengőt is, hogy ne maradj le semmiképp sem a nyereményjátékról. Mint látjátok, jó kártyák jöttek. Jött belőle három csillogós, optikrom, de sajnos most jött aláírt, illetve paralel se akart idejönni, de mi késik, srácok, az nem múlik, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy nyitunk hamarosan valami
durvát, szóval vannak még csomagok belőle, jövő héten érkezünk egy csatával majd. Addig is, ha tetszett a videó, akkor nyomtok egy lájkot, és iratkozni a csatornára, nem tetted volna. Köszönjük a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!